Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Az új tanév kezdetét szentmisével kezdjük, és kérjük Jézustól emberi munkánkra az ő bőséges áldását. Szentmise áldozatunkban imádkozunk nevelőitekért, tanáraitokért, szüleitekért és egyén életetekért, hogy ebben a tanévben is jobbak lehessetek és többet tudjatok. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bűnbánat tegyen kedvessé az Úr előtt. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkoron szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk. Urunk, erősséges, szent Istenünk, Te vagy a legfőbb jó és minden jónak forrása. Öntj szívünkbe irántad való szeretetet, és növeld bennünk a vallásos lelkületet. Kérünk, gyarapítsd, és atyai gondviseléseddel őrizd meg lelkünkben kegyelmi ajándékaidat. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
és a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Isten! Jézus egyszer bement Kapernaumba, Galilea egyik városába, és szombaton ott tanított. Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt. Volt ott a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember, aki így kiáltozott. Elindult. Mi dolgunk van veled, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt. Némulj el, és menj ki belőle. Erre az ördög a földre sújtotta az embert, és kiment belőle, anélkül, hogy bajt okozott volna neki. Csodálkozás fogta el valamennyiüket, és egymás közt ezt mondogatták. Mi ez? Akkor a hatalommal és erővel parancsol a tisztáttal a lelketnek, hogy kimennek a megszállottakból. Ennek híre elterjedt az egész környéken. Ezek az evangélium téged, Krisztus! Tisztelt polgármester úr, igazgatónő, tanárnők és tanárurak, kedves diákok, Krisztusban kedves testvérek! Úgy gondolom, hogy mindegyikünknek van példaképünk. Ha megkérdeznénk, hogy kinek milyen, vagy éppen kik a példaképei, akkor talán tudnánk mondani akár a sztárvilágból, akár az autóversenyzők közül, akár a focisták közül egy-egy olyan embert, aki a mi életünknek példaértékű emberei. Kinek, ki miért példaértékű? Talán hál' Istennek, aki azt tudja mondani, hogy neki mondjuk az édesapja vagy az édesanyja egy példaértékű ember az életében. Úgy gondolom, hogy mi keresztény emberek azért kell, hogy bírjunk ilyen példaértékekkel, sőt, számunkra a legnagyobb példa maga Jézusnak a személye, mert az emberi fejlődésünknek szüksége van arra, hogy legyen egy olyan valaki az életünkben, akire fölnézünk, akit tudunk követni. Nekünk, keresztény embereknek, ahogy mondtam, maga Jézus Krisztus elsősorban, ő a legfőbb követendő példa, és neki, mint egy segítő társai, a szentek. És most különösen egy szentnek az életét szeretném számotokra kiemelni, Szent Tarzícius. Talán a nagyobbak hallottak már róla hittanórán, a kisebbek még kevésbé. Ő egy korotokbeli 10-12 éves gyermek volt, csak tőlünk már 2000 évvel korábban élt, szinte Jézus után nem sokkal, és ő életét adta Jézusért. Mégpedig úgy, hogy a hagyomány szerint Jézus testét, az oltári szentséget vitte haza beteg nagymamájának, és útközben a játszótársai egy kicsit elkezdték őt macerálni, hogy miért siet annyira, miért nem áll velük szóba, miért nem játszik velük. És mondta, hogy neki most ettől fontosabb dolga van, neki most menni kell haza. És csak folytatták tovább az ő macerálását a játszótársai, és addig-addig ment a vita egymás között, hogy akarva vagy akaratlanul, de a játszótársai Tarzíciuszt úgy megverték, hogy belehalt a sérüléseibe. Az életét adta Jézusért, az ő legfőbb példájáért. Hála jó Istennek, talán mára nem kérik az életünket a hitünkért, de azt igen, hogy úgy kövessük Jézust, hogy látszódjon rajtunk, hogy számunkra ő a példa. Mert amikor egy focistát sztárolunk, vagy amikor egy rockegyüttest sztárolunk, akkor külsőleg akarunk úgy kinézni, mint ők. De amikor maga Jézus számunkra a példakép, akkor belsőleg kell kinéznünk úgy, mint Jézus, vagy úgy, mint Tarzíciusz. Az életünket nem is adjuk érte, mert nem kérik, mert nem szükséges, de mindenképpen a elköteleződésünk, a Jézus követésünk, az látszódjon rajtunk. És ahogyan a bevezetőben is mondtam, ez vezet bennünket oda,
hogy jobbak lehetünk, és hogyha ezzel a lelkülettel élünk, és tudunk figyelni a tanárainkra, a nevelőinkre, akkor jobbakká is válhatunk. Kérjük Jézustól, hogy ezt a tanévet így tudjuk elkezdeni, így tudjuk megélni, hogy többet akarjunk tudni, és jobbak akarjunk lenni. Amen. Most álljunk föl, és terjesszük Jézus elé minden kérésünket. Imádkozzunk testvérek a Szentlélek fényéért, erejéért, hogy a Krisztusban való megújulásra vezessen minket az új hittanos év kezdete. Kérünk téged, szolgasságot. Szentlélek Isten, a Te vezetésedre bízzuk életünket, tanévünket, tanárainkat, nevelőinket. Add, hogy minden évben, minden napunkban felfedezzük a Te jelenlétedet, add, hogy így adjuk át magunkat Jézusnak, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Az Úr kezedből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére mindannyiunk és az egészen a Szent Egyház javára. Istenünk, szerezzen nekünk mindig üdvösséges áldást ez az áldozati adomány, hogy ami a kenyér és a bor színe alatt történik, annak ereje életté váljék bennünk Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös,
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örökisten, Krisztus, ami Urunk által, mert szeretettel ünnepeljük, hogy kínhalált szenvedett értünk, és élő hittel valljuk, hogy a halálból életre támadt, és lankadatlan reménységgel várjuk, hogy dicsőségben újra eljön. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. És hittel halljuk feltámadásodat. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Csaba püspökünkkel, segédpüspökével és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiárat a szívünkbe a Szentlélek által, és ezért merünk nagy bizalommal így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,
a mindenünk, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a köszöntsétek egymást a béke jelével. Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
könyörögjünk. Mennyei asztalod kenyerével tápláltál minket, Istenünk. Kérünk, hogy szeretetnek ez a tápláléka erősítse a szívünket, hogy testvéreinkben neked szolgáljunk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Isten. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent is a véget ér, menjetek békével. Istennek legyen hálát.